Üdvözöljük Önöket újra a Hogyan készült műsorában. A zenét most korongon kínáljuk Önöknek. A bakelit, pontosabban vinillemezek híveinek száma egyre növekszik a zenerajongók, gyűjtők és DJ-k között. Ennek a piacnak a kiszolgálására egyre több cég ad ki vinillemezeket. Ezek gyártása olyan, mint egy gondosan végigvezényelt koncert. A dallamok előcsalogatásához először is mesterlemezt kell készíteni. Ez az alumíniumból készült lapos lemez adja a mesterlemez alapját. A felszíne szemcsés, de ezt hamarosan lecsiszolják. Az alumínium lemezeket egy szállítószalagra helyezik, majd elindítják őket egy gép felé, ami függönyvékonyságú lakréteggel vonja be őket. A lemez belép az alapozóba. Cellulóz lak ömlik ki egy vékony nyíláson, ami függönyszerű bevonatot képez rajta. Amint a lemez áthalad a függönyön, rákerül a lakréteg. A felesleget lesimítják róla, a maradványokat újra felhasználják. A lak azonnal megszárad. Az oldószerek elpárolognak, s a lak körömlakszerű bevonattá keményedik. A dolgozók ezen az ellenőrző állomáson minden lakkozott lemezt megnéznek, nehogy mélyedések, dudorok vagy piszok maradjon rajtuk. A legkisebb hiba sem megengedhető, ezért igen nagy a hiba arány, mintegy 50%. A kidobott lemezeket újra beolvasztják. A jó mesterlemezeket műanyag szegéllyel látják el. Ez távol tartja egymástól a lemezeket a tárolás során, nehogy sérülés érje a lakréteget. Ezután egy hidraulikus lyukasztó alá tartják a lemezeket, ami lyukat vág a közepére. Majd óvatosan egy orsóra helyezik. A robotkar műanyag gyűrűt csúsztat az orsóra, s ez a lemez középső lyuka köré kerül. Ez a külső védőgyűrűvel együtt távol tartja egymástól a lemezeket. A mesterlemezek készen állnak a stúdió felvételre. Most elkészül a felvétel. A mérnök a felvevő szerkezetre helyezi a lemezt az eszterga padra. Leveszi róla a védőszegélyt. Középre vákumvezetéket helyez, ami alulról szilárdan helyben tartja a lemezt. A mérnök most a lemez fölé helyezi a vágó szerkezetet és a mikroszkópot. A lemez külső széle fölé helyezi és tesztvágást végez. A mikroszkóp a tesztvágás fölé kerül, majd elvégzi a szükséges korrekciókat. A lemez felvételre kész. Az eszterga kivágja a befutó hornyot, és indul a zene. A zafírhegyű vágó a hangot a lemez felületébe válja. A felvétel kezdettől a végéig egy folyamatos vágás lesz. Számítógép felügyeli a vágást és a rovátkák közötti távolságot, amennyiben az szükséges. Sokan úgy gondolják, hogy ebben a hangban több a mélység és melegség, mint a digitális felvételeken. Analóg lemezre azonban sokkal nehezebb zenét felvenni. A basszushoz például nagy, széles vájatokra van szükség, amelyek sok helyet foglalnak. És noha a vájatok érintkezhetnek, nem vághatnak egymásba. A felvétel végén felemelkedik a vágószer szám. A mesterlemez vizsgálatra kész. Amennyiben megfelelő, a mérnök stabilizálja és egyedi sorszámot vés bele. A mesterlemez hamarosan zenélni fog.
Elkészült a mesterlemez, de a lakfelszín egyelőre túl érzékeny a lejátszáshoz. Kizárólag öntő mintának szolgál. Ebből még keményebb változatokat kell készíteni, hogy a belenyomott vájatok, vagyis a zene élvezhető legyen. Ez teszi majd lehetővé, hogy a kereskedelemben is forgalomba hozhassák az erről készülő másolatokat. A következő lépés a laklemez lemosása szappannal és vízzel. Ezután ónkloriddal és folyékony ezüsttel fújják be. Az ónklorid segíti az ezüst és a lak egymáshoz tapadását. Az oda nem tapadó ezüst darabokat lemossák. A lak egyik oldala másodpercek alatt csodás ezüstlemezzé válik érintetlen vájatokkal. Majd ennél mattabb fém kerül az ezüst felületre, hogy valóban megkeményítsék a lemezt. Egy orsóhoz rögzítik a tankfedelének belső oldalára. Megforgatják a lemezt és újra lemossák. A tankban lévő víz azért zöld, mert ezek a nikkel rögök feloldódnak benne. Leengedik a fedőt és a forgólemez lemerül az oldatba. Az elektromos áram összesüti a nikkelt és az ezüstöt. A nikkel szépen bevonja a rovátkákat. Most kiemelik a tankból és lefejtik a fémréteget az eredeti laklemezről. A fémréteg mintegy nyomómatricaként szolgál a későbbi vinillemezek számára. A laklemezt pedig eldobják. Most megkeresik a matrica pontos középpontját. Mikroszkóp alá kerül az optikai középpont kivágó eszközben. Amint a nyomólemez forog, megkeresik a középpontot a keresőben. Ha ez megvan, ide kerül a lyuk. Ekkor a nyomó mintaként szolgáló lemez a vágógépbe jut. A lemez forog, és egy vágóeszköz kerekíti le a széleket. A nyomó lemez átmérője 32 cm. Először azonban elő kell készíteni a címkéket. Egy gép kiukaszt egy adag lemezt. A címkék egy mini nyomdába kerülnek. Ez felemelkedik egy másik vágógépre, ami lekerekíti azokat. Ezután fekete PVC golyócskákat öntenek egy adagolóba. Innen egy rúdsajtolóba hullanak, ami forró, gumiszerű anyaggá változtatja őket, amit sütinek hívnak. Csörlők nyomják a címkéket felülről és alulról a sütik két oldalára. Szívókorongok tartják őket, amíg egyenként továbbításra nem kerülnek, majd leejtik a sütiket és a címkéket a nyomdába. Ez a két présgép összesen 100 tonna nyomást fejt ki. A sütit lemezzé olvasztják és alakítják. Ez a lemez is vágóeszközbe kerül. Az asztal egy kés ellenében forgatja a lemezt és letisztítja róla a durva éleket. Az asztal továbbítja a levágott lemezt a kész darabok közé, és kezdődik újra a folyamat. Ez aztán a jól megkomponált zenei produkció. Amint egy lemez kiemelkedik a gépből, már is bekerül a következő. Egy vinillemez nyomása és levágása 28 másodperc alatt történik meg. Az azonban biztos, hogy sok-sok órányi zenei élvezetet nyújt a rajongóinak, akik nem pártolnak át a digitális forradalom vívmányaihoz, s ma is vallják a nagy lemez felsőbbségét.